2013. november 30-án mindössze 40 évesen hagyott itt minket Paul Walker, akit leginkább a Halálos iramban széria Brian-jeként ismertünk, pedig több volt benne ennél. Portrénkban összegeztük a fájóan rövid életutat. Lassan 10 éve annak, hogy egy balesetben életét vesztette a Halálos iramban filmek Brian O'Connorja. A színésznek, aki egészen kiskorától szerepelt a kamerák előtt, hatalmas szíve volt, és nem csak kollégái gyászolták, illetve gyászolják őt a mai napig, hanem filmjeinek rajongói, az egész autós közösség, valamint mindazok, akik ismerték őt és tudták róla, mennyire fontos volt számára a vizek élő világának védelme és a jó ügyek szolgálata, az elesettek, rászorulók megsegítése. Alig múlt 40, mikor a baleset megtörtént. Walker egy leánygyermeket hagyott hátra, akit szülei mindaddig távol tartottak a reflektorfénytől. 50. születésnapjáról megemlékezve végigvesszük Paul Walker sajnálatosan rövid, de így is bőséges szakmai életútját. Paul William Walker Jr. 1973. szeptember 12-én született a kaliforniai Glendale-ben divatmodell anyától és amatőr boxoló csatornaépítő vállalkozó apától. Felmenői között találunk németeket, svájciakat és íreket. Színészi karrierje egészen korán elkezdődött, már 2 éves korában szerepelt egy Pampers reklámban. A reklámok az egész gyermekkorát végig kísérték, ezek közül talán a legismertebb a Showbiz Pizza reklámja 1984-ből. Még ebben az évben feltűnt a CBS School Break Special című antológia sorozatában, emellett közreműködött az Út a Mennyországba című sorozatban, melyben 2 különböző szerepet is eljátszott. Az első mozifilmjére sem kellett sokat várni, 1986-ban a Szekrény Szörny című horror vígjátékban láthatta őt a közönség. A filmet 1983-ban forgatták, de csak 3 évvel később mutatták be. Paul Walker mellett Stacey Ferguson is ebben debütált, őt később Fergie-ként ismerte meg a nagyvilág, mint a The Black Eyed Peas együttes énekesnőjét. A 80-as évek közepétől a 90-es évek közepéig még több televíziós sorozatban is megfordult 1-2 rész erejéig. Huzamosabb elfogadtságot a Srob című szitkom jelentette számára, melynek első 1986-os évadában ő alakította a Srob nevű új hullámos lemezkiadónál munkát kapó főszereplő fiát 23 részen keresztül. Ezt követte az 1987-es Gépesített terrorista nő című akciószifi. A megalkotói ellenforduló kiborg alakított közel-keleti terrorista története egy újabb alacsony költségvetésű független film volt a 80-as évekből, a kiborg nős filmek alműfajának bűnös élvezetét nyújtó darabja. 1991-ben érettségizett a Szentvolai keresztény középiskolában, majd ezt követően tengerbiológia kezdte érdekelni a színészkedés mellett. De a szereplésről sem tett le. Az 1973-ban indult és napjainkban is futó Nyughatatlan fiatalok című szappanoperában rengetegen megfordultak. A fiatal színészt 1992-ben láthatta a közönség, alakítását a Young Artist Awards-on is jutalmazták. Walker a 90-es évek második felétől a sorozatokról áttért a mozifilmekre. Az Ökörikrek című vígjátékban egy 18 éves testvérpár egyik tagját alakította. 24 éves volt ekkor, míg a testvérpár másik tagját alakító Steven Vormer 28, de annyi baj legyen. A film ugyan kereskedelmileg és kritikailag is sikertelen volt, de hozzásegítette őt ahhoz, hogy más filmekben mellékszerepeket kapjon. A Pleasantville című fantasyben egy kisebb szerep jutott neki Tobey Maguire mellett, a Prairie Farkas Blues című sportfilmben a főszereplő legjobb barátját alakította, aki annak a húgával jár. Ugyancsak a főszereplő legjobb barátját alakította a Csaj nem jár egyedül című romantikus vígjátékban. A Börtönpalotában nem kapott kreditet, a Koponyákban a főszereplővel együtt a titkos egyetemi társaságba belépő egyik diák szerepében láthattuk őt, és végső soron ez volt az a film, ami elindította őt a népszerűség útján. Walker Rob Cohen rendezővel dolgozott a Koponyákon, aki szerződést kötött egy akciófilmre a Universal Stúdióval. A direktor felkereste a színészt, hogy melyek álmai akciófilmei, és Walker többek között a Mint a villámot nevezte meg. Nem sokkal később Cohen és Neil H. Moritz producer megmutatták neki a Racer X címet viselő újságcikket a New York-i illegális gyorsulási versenyekről, és egy olyan történetet javasoltak, melyben a színész zsaruként épül be a föld alatti utcai versenyzés világába, és Walker azonnal igent mondott a felkérésre. A stúdió zöld utat adott a projektnek, amennyiben Timothy Olyphant igent mond Dominic Toretto szerepére, ő azonban egy évvel korábban már szerepelt egy autós filmben, nevezetesen a Tolvaj Tempóban, és azt mondta, ez amúgy is egy hülye film lenne. Moritz ekkor Vin Dieselt javasolta, akit ugyancsak győzködni kellett egy kicsit, holott egészen addig csak mellékszerepek jutottak neki. A Halálos iramban-ra átkeresztelt és Los Angelesbe áthelyezett film minden szempontból hatalmas siker volt, Walker nevét pedig azok is megjegyezték, akik addig még nem hallottak róla. A folytatás azonnal zöld utat kapott,
Wolfot, azonban Diesel és Cohen az XXX-et választották, ezért a Universal megbízta a forgatókönyvírókat, hogy készítsenek egy önálló folytatást Walkerrel a főszerepben, rendezőnek pedig John Singletont kérték fel. Emlékezetes filmje még ebből az időből a Kéjutazás című thriller, ami a Halálos iramban után került a mozikba, de még előtte kezdték forgatni, csak többször megváltoztatták, ezeket különböző tesztvetítéseken mutatták be, és csak ezután küldték moziba. Mint jeleztük, a Halálosabb iramban végül Vin Diesel nélkül készült el, hiába ajánlottak fel neki 25 millió dollárt, ennek ellenére világszinten nagyobb sikert aratott, mint az első rész. Ezzel szemben Walker ezidőtájt forgatott más filmjei, az Idővonal és a Tenger vadjai nem bizonyultak túl sikeresnek. Korábban esélyes volt a Klónok támadása Anakinjának szerepére, csak túl idősnek tartották. Az a szerep végül Hayden Christensennek se hozta el a nagy áttörést. Ekkor tájt volt egy beszélgetés Walker és a korábbi Superman filmeket jegyző Richard Donner között, akivel az Idővonal című filmen dolgoztak együtt. A színész kikérte a rendező véleményét egy esetleges Superman szerepről, és az ő tanácsát követően végül úgy döntött, nemet mond egy ilyen felkérésre a szerepet övező Superman átok és túlzott felhajtás miatt. Gyerekként nagyon szerette Supermant, de a tengerbiológia tudományának művelőjeként Aquaman karaktere közelebb állt hozzá. A 2006-os Superman visszatér így nélküle forgott Brandon Routh főszereplésével, aki kapott ezért hideget meleget. Mikor nyilvánvalóvá vált, hogy a Halálos iramban következő részében nem fog szerepelni, a Universal újfent egy önálló folytatást készített, ez volt a Halálos iramban Tokiói hajsza, Walker választása inkább egy háborús drámára, a Dicsőség zászlajára esett, amit ugyan több Oscarra jelöltek, Walker viszont csak egy apró szerepet játszott Clint Eastwood rendezésében. A Lazarus terv című független filmje DVD-n jelent meg, ezt követően pedig megtörtént a várva várt csoda, újra összeállt a család és leforgott a Halálos iram Justin Lin rendezővel és rengeteg új karakterrel. Az addig elkészült négy rész közül ez hozta a konyhára a legtöbbet, így nem volt kérdés, hogy jöhetnek a folytatások, melyekre ráadásul nem kellett hosszú éveket várni. A Halálos iramban 5. sebesség és a Halálos iramban 6 szintén nagy sikernek bizonyultak. A 4. és 5. rész között forgatta a Tökéletes bűnözők című thrillert, ami Amerikában egész szép sikert aratott. A Halálos iramban filmeket több alkalommal is majdnem otthagyta. Az első résznél fiatal volt, könnyen befolyásolható, dolgozni akart, mert nem sokkal előtte született meg a lánya, akinek tető kellett a feje felé. A rendező és a producer ráadásul biztosították arról, hogy találnak mellé egy erős támogatót, aki leveszi róla a nyomást és a bizonytalanságot. Később úgy éreztem, megváltoztak a trendek, elvesztették a közönséget, és csak Diesel telefonhívására tért vissza. A franchise-nak köszönhetően a sztárság küszöbén állt, majd a fiatal színész és családapa olyan filmeket választott, melyeket nem Hollywoodnak, hanem magának készített. Mikor a 4. résszel visszatért, egy ausztrál lapnak adott interjúban viccesen azt mondta, az írósztrák győzte meg erről. A legnagyobb félelme a visszatéréssel kapcsolatban az volt, hogy az emberek akarják-e még egyáltalán látni ezt. Dominic Toretto egy családot teremtett utca gyerekekből, akiknek az autó volt a közös érdeklődési körük. Ezek a srácok valószínűleg nagy bajba kerültek volna, de találtak valamit, amiért rajongtak. Ekkor jött Brian, aki elrontotta az egészet, és később mindent megtett azért, hogy méltó tagjává váljon a családnak. Úgy érezte, az első résznek volt a legnagyobb szíve. Éppen csak megérintettek valamit, és a siker kulcsa abban rejlett, hogy az autós kultúra időtlen. Még akkor is habozott, amikor kiderült, hogy az összes főszereplő vissza akar jönni, mert időközben bölcsebb lett és szeretett elgondolkodni a dolgokon. Rájött, mennyire szerencsés azzal, hogy van egy évek óta tartó franchise-ja, és úgy volt vele, visszajön, csinál még egyet, és közben végig csak mosolyog. A közte és Vin Diesel közti kémiáról azt mondta, az a titka, hogy nincs kémia. Diesel keleti parti, ő nyugati parti, emberként tisztelik egymást, és nagyjából ennyi. Sétálgatnak, nevetgélnek, de teljesen máshogy közelítik meg a Halálos irambant és a népszerűséget. Diesel nagyon régóta akarta ezt az egészet, és keményen megdolgozott érte. Élete ambíciója volt, hogy filmsztár legyen. Ezzel szemben Walker számára ez csak egy olyan dolog volt, amit szívesen csinál, de nem ez határozza meg őt. Ezen kívül még rengeteg más dolog van, amit szeret. Az utazás, a fotózás, az autók, a jiu-jitsu. A 4. részről eleinte úgy gondolta, hogy vele csak le akarják zárni az egészet, de a folytatás nyitott volt és a közönség igényelte azt. Az esetleges 5. részről azt mondta, nagyon szeretné, ha mindenki kellő gondossággal járna el és tényleg szánna rá időt. El kell hinniük, hogyha elkészül, akkor az lesz a legjobb. Mikor az 5. film befutott a mozikba, már nem gondolta azt, hogy az lesz az utolsó, mivel úgy vélte, Dwayne Johnson bevonása jobbá tette és felfrissítette a franchise-t, hogy ne tűnjön kopottnak. A folytatások mellett szólt továbbá az is, hogy Walker szerette támogatni az embereket és ahol csak tudott, segített. Ehhez pedig azt kellett, hogy fizetést kapjon, ezért ment és tette.
tette a dolgát. Szerinte a legnagyobb tévedés a Halálos Iramban első részével kapcsolatban, hogy ez csak egy villanás lesz, egy megdicsőült B-mozi. A folytatást illetően ötleteket is adott, szerinte az autóknak robotokká kell alakulniuk. Úgy tűnik, azt az interjút Diesel is olvasta, ugyanis egy későbbi részben távirányítású robotokként özönlöttek az autók a hősökre. A Halálos Iramban 7 még nem volt kész, amikor a színész 2013. november 30-án egy autóbalesetben életét vesztette. A baleset után a forgatás egy darabig szünetelt. Mivel Walker nagyjából a munka felénél tartott, dönteni kellett arról, hogy teljesen töröljék a projektet, vagy a színész halálához igazítva, neki méltó módon emléket állítva írják át a karakter történetét. Úgy határoztak, hogy a show-nak folytatódnia kell. A hiányzó részeket testdublőrökkel és kaszkadőrökkel vették fel, ebben részt vett a színész két fiú testvére, Caleb és Cody is, akik a hangjukat is kölcsönözték O'Connornek, néhány jelenet és párbeszéd pedig a korábbi filmekhez felvett anyagból lett felhasználva. Ekkor született meg a See You Again című dal is. 2013-ban Walker több más filmben is érdekelt volt. Az SMN Zaci című akcióvígjátékot, melynek nem csak szereplője, de producere is volt, még a halála előtt mutatták be, és a kritikusok a földben öngölték. A Pokoli Futam című Halálos Iramban ripoffot csak lemezen adták ki. A Katrina hurrikán ideje alatt játszódó Órákat és a francia B13, a Bűnös Nered amerikai remake-ét, a Veszélyzónát pedig csak a halála után mutatták be. A Hitman a 47-es ügynök címadó főszereplőjének is kiválasztották korábban. Halálokor a forgatás még nem kezdődött el, így Robert Friend lépett a helyére. Az Órák című filmje kapcsán adott interjúi voltak az utolsóak, melyeket a média mély megrendüléssel közölt le a halálát követően. Walker vallásos nevelésben részesült, keresztény iskolába járt. Halála előtt Santa Barbarában élt kutyáival és Jasmine Pilchard Gosnellel járt. Már az esküvő is szóba került köztük, és a színész halálát követően Jasmine teljesen elvonult a nyilvánosság elől. Korábbi kapcsolatából Rebecca Solarostól született egy lánya. A modell karriert befutó Meadow a mai napig féltve őrzi édesapja ásványgyűjteményét. Hogy egykori apja milyen jó barátságot ápolt Vin Diesellel, azt mi sem bizonyítja jobban, hogy Dominic Toretto lett Meadow keresztapja, és az oltárhoz is ő kísérte a lányt, mikor 2021-ben megházasodott. Walker barna övet szerzett brazil jiu-jitsuban és posztumusz megkapta a fekete övet is. 2010-ben megalapította a Reach Out Worldwide névre hallgató non-profit jótékonysági szervezetet. Számos katasztrófa sújtott a területre elutazott, hogy személyesen nyújtson segítséget. Halála napján is éppen egy jótékonysági eseményen vett részt. Úgy tartja a fáma, hogy egyszer ékszervásárlás közben felfigyelt egy fiatal veteránra, aki egy gyűrűt készült venni. A hazáért tett szolgálatáért a színész kifizette a veteránnak a kiválasztott jeggyűrű árát. Élénken érdeklődött a tengerbiológia iránt. 2006-ban csatlakozott a Billfish alapítványhoz, majd élete nagy álmát valósította meg azzal, hogy 2010-ben szerepelt a National Geographic Channel Expedition Great White című sorozatában. 11 napot töltött a nagy fehér cápa kifogásával és megjelölésével. Nagy autórajongóként 30 járműből álló gyűjteménye volt, amit egy repülőgép hangárban tartott. Ebből 21-et adtak el egy 2020-as aukción 2,33 millió dollár összértékben. Több autóversenyen is részt vett, és volt egy autós boltja is kifejezetten nagy teljesítményű járművekre kihegyezve. A Halálos Iramban második részében vezetett Nissan Skyline GTR V-Spec is a tulajdonába került. Meghívták a Top Gear USA autós műsorába is, de a felkérésnek nem tudott eleget tenni. Ken Block autóversenyző egyszer megkereste, hogy dolgozzanak ki együtt valamit, de elhajtotta. Ahogy mondta, egy beképzelt fasz volt, aki nem igazán értette, mi történik. Ezt a dolgot élete végéig bánta. Walker első autója egyébként egy Ford kis teherautó volt, majd az izomautók után egy Toyota Tundra volánja mögé ült, mint mondta, megvan az oka annak, hogy pick-upot vezet. Halálával hatalmas űrt hagyott maga után mind színészként, mind pedig magánemberként. A Halálos Iramban azóta további részekkel bővült, és egyre másra hallani azokat a híreket, hogy Vin Diesel épp kivel balhézott össze, meg milyen örültségre készül az adott filmben. Ha létezett ember, aki képes lett volna őt megállítani, akkor az éppen Walker, akinek szelítsége és higgadtsága talán ráébresztené a családfőt, hogy időnként rá kell lépni a fékre, és nyugodtan körül kell nézni. Ez pedig senkinek sem árt. Ti mit gondoltok Paul Walkerről? Szerintetek melyik filmjében nyújtotta a legjobb alakítását? Kommentben jöhetnek a vélemények, és hasonló tartalmakért iratkozzatok fel ránk. Sziasztok!